Tudom, hogy ez most nagy mém, hogy most Reddit posztokat nézegetünk, ha nincs content, totál semmit nem tudok felhozni. Ezt szoktam nézegetni amúgy is, most nézzük együtt. Vágjunk bele. Eileen Aldis. Mondja nekünk, hogy mit evett Budapesten. Hát erre rohadt kíváncsi vagyok, úgyhogy kürtöcskalács. Giroszos. Ellopták nagy muter lábasát, baszki. Szeretem, mikor a magyarok nem gicsesek, nem nincs túltolva a dizájn, és csak olyan szép, és nem csillog, nem vörös. Na, ez már olyan magyar, de ezt már felismerem. A Sörkert. Sziasztok, itt vagyunk a Sörsátorba, fog itt játszani Billike meg a zenekara, és a Sör az izi 600 forint litere, 4 deci, mert liter már nincs, tehát itt a liter, az új 4 deci az. But I did notice that Caravan has vegan options for between about $5 and $7. Magyarok arról híresek. Belegondoltál már, milyen lenne, ha valaki azzal jönne be egy ilyenbe, hogy akkor én egy vegán szalontüdőt kérek. Arról tudod, hogy magyar a kaja, hogy eltelít, rohadt nehéz, nem tudsz utána mozogni, nem tudsz dolgozni, hanem csak... Nyilván én ilyeneket nem eszek, mert én egy fit ember vagyok, én nem eszek ilyen szemetet. Panázson sült kürtös kalács gec. Itt Miskócot a csöves tűz felett sütjük. Dr. Pepper Cherry, ez tényleg Magyarország? Mi nem árulunk ilyeneket. Nálunk kapsz kólát, be kóla lightot, azt a pofát befogod. Jó látszult. Én is ilyen lakásokat veszek, érted? Na, hát köszönjük a feedbacket Magyarországról. Szar a burgerünk. Baszki. Megvan, mi a baj az országgal? Én a V. Én a való életben, gondolom. Azt iDubbbz. Még mindig 10 000-vel vándorolnak el a magyarok a kis hazánkból. Az egyes EU tagállamokban élő magyar állampolgár az száma 2017-ben 250 000 Egyesült Királyságban. Németországban 207 000, Ausztriában 77 000, Olaszországban 8 000, elmegy 8 000 ember, mert pászta. A szűz kakaós csiga. Minden csóri elhárulja, természetesen rosszul csinálják. Kíméletben maszottan. Csomószor nem is ropogós a tészta, tényleg így van, nagy szar szokott lenni. Olyan gyér, hogy egybeárulják a többi pékáróval, nincs külön üzlet. Az árához képest kevesét kapsz. Benne van a... Nem hungarikum. Cukrosszar. Nézzük a lángost. Jól laksz tőle. Nem cukros. Cukorbetegek is ehetik. Adnak hozzá szalvétát, ha maszatolna. Megéri az árát. Külön bolt kell neki. Hungarikum. Igen? Gyurcsán is ezt teszi. Szóval a francba jött ide. Több feltétben is kapható. Jaj, de jót rögtem. De főleg a kakaós csikán. Jaj. Box of kittens. Beregtelt egy picit. Jaj, de jót nevettem. Most kölyök, azt mondod, hogy menjek le a piacra egy lángosért? Jó van, legyen, rávettél. Update! Visszajöttem, teljesen megértem. Nyilván én sos ennék ilyet. Mi vagyok, dagadt? És még a főérvet nem is hoztuk fel. Magyar ember ugye minden normális ételhez tud tejfölt enni. A szűz kakaós csika tejföllel piszukszor. A csanádlángos meg nem, hogy jó tejföllel, hanem az Isten is ezért teremtette a tejfölt, hogy a lángosra tedd. Na megint egy lángos. Teleki csak hal. Teleki néz is. Na már. És mivel foglalkoz az Origónak híra? De...
basszus. 90%-a ezeknek a posztoknak politika. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kifogástalan, egyedi, soha nem látott tartalmat ezen a YouTube platformon. És nagyon szépen szeretném megköszönni, mármint most komolyan, nem szarkasztikusan, a Patreon donátalóimnak. Különösen Stipsics Balázsnak, aki ultra durva lett. És Gál Botonnak, meg Koviubinak. Úgyhogy meg mindenkinek, aki ezen a listán van. Most miért kell ezt? Most nem hiszem el, megint és amúgy, hogyha te is ott akarsz lenni következő odabban, akkor... Oké,